Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Kuti József református lelkész a 139. Zsoltárt olvasta fel a megemlékezésen. Balog Tamás katolikus plébános pedig beszédében elmondta, a holtakra való emlékezésünk nem csak gyász és szomorkodás, hanem átcsillan rajta az örök élet hite és a föltámadás reménye. Hiszem a test föltámadását és az örök életet, ahogyan imádkozzuk és valljuk az apostolok hitével, ebben a hitben és reményben emlékezünk most az örök hazába elköltözött testvéreinkre. Hulej Enikő evangélikus másodlelkész nagymamája elvesztését osztotta meg a gyászolókkal. Érzéseit a 23. Zsoltáron keresztül közvetítette. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod, megvigasztal engem. Fecák László görög katolikus parókus János evangéliumából osztott meg néhány gondolatot, majd egy kérdéssel fordult a hívők felé. Mit is világít meg arcunkon a ránk hulló gyertya fénye? Azt a tényt is, hogy az idő nem gyógyít be minden sebet. Aki elment, hiányzik. Fáj, hogy már nem lehet velünk, mert pótolhatatlan a számunkra. A beszédek után az emlékezők közös gyertyagyújtással tisztelektek a halottak előtt, majd a II. világháborús emlékműnél és az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműnél elhelyezték az emlékezés koszorúit. A megemlékezésen közreműködött Pál Attila, a Katona József Színház színművésze, valamint verset mondott Horváth Csanád és zongorán játszott Nagy Dániel.